A felvételeken látható Molyhos tölgy, ami 2016-ban az év fája elismerő címet kapta, szintén része lesz a 13. Bátaszék triatlon kupának. A Novák István futóversennyel egybekötött megmérettetésen lehetőség lesz megcsodálni a város egyik büszkeségének tartott fát. Igaz, nehéz kaptató vezet idáig, de a látványért megéri meghozni ezt az áldozatot. A kora délután induló emlékversenyen, illetve az ehhez kapcsolódó fordított triatlonon a futás és a kerékpározás mellett a tanúszodában is próbára tehetik magukat a résztvevők. A délelőtti nap 10 órakor kezdődik az óvisok részére 200 méter kerékpárról és 100 méter futással, majd az iskolásoknak 50 méter húszás, 3 km kerékpár és 1 km futás teljesítése feladat. Úgy gondolom, ezek olyan távok, amit mindenki egymaga is könnyen teljesíthet, de ha nem akarja, akkor váltó jelleggel a három sportágat meg lehet osztani, én úszom, te kerékpározó, ő fut jelszóval. A délelőtt folyamán ezekben a rövid távokban lehetőség lesz baráti közösségnek, családoknak is indulni váltó jelleggel, a délután szól a felnőttekről, tehát egy egész napos programot kínálunk úgy a gyerekeknek, mind a családoknak, felnőtteknek, minden korosztálynak. 10 és 13 óra között a tanúszoda környékén, a Hunyadi utcában, a Békesoron, illetve a Bezédi utcában zajlanak a rendezvények, és a versenyzők biztonság érdekében lezárjuk ezeket a területeket. Kérem, hogy kerüljék ezeket az utcákat. 2 év kihagyás után állhatnak rajthoz a versenyzők. A Molyhos tölgy előtti területen a szervezők frissítővel várják majd a résztvevőket. Ez csak fordítva a más. Itt gyönyörködhet a látványba, de nem muszáj végigfutni, itt lehet itt sétálgatni, nézelődni, itt kap frissítőt, és miután megpihent, akkor szépen lekocog, lesétál a rajthelyre. Tehát ez 7 km a táv, 3,5 km föl, 3,5 km vissza. Az emlékversenyt Novák István, a város egykori közismert és szeretett testnevelő tanárának és sporttörténészének az emlékére szervezik meg már hosszú évek óta. Kilegendás volt az ügyben, hogy mennyi, mekkora lelkesedése volt, és mennyire lelkes, mekkora lelkesedés vitt be a tanulókba is. Építettünk itt atlétikai pályát, sportoltunk minden sportágban, atlétikától kezdve a röplabdáig, jártuk az országos versenyeket, nekem testnevelő tanárom volt, én nagyon szerettem, és rajtam kívül nagyon sok tanítványa szívesen emlékezik vissza Pista bácsira, akinek az emlékére már évekkel előtt rendeztünk Szekszárd Bázadék futóversenyt, de az megakadt, és most újra szeretnék indítani ezt a sorozatot is. A megmérettetésre előnevezli május 10-ig lehet. Az első 200 nevező a rendezvény emblémájával ellátott pólót kapja ajándékba. A szervezők az időjárás függvényében 300-500 fő részvételére számítanak. A legtöbb általános iskolás gyerek, főleg bátaszékiek, de jönnek óvodások is, meg általános iskolások is a környező településekről, sőt az ország más részéről, például Balsról rendszeresen nagy létszámú jönnek, Bajáról is nagy létszámú jönnek, a fordított triatlonra pedig az ország több részéről jönnek felnőttek is. Valamennyi kategória nemenkénti első 3 helyezettje éremdíjazásba részesül. Aki a fordított triatlonon indul, a Novák István emlékversenyen nem kerül értékelésre.